Sziasztok, PC Guru live nézőink! A Disney Infinity című játékot szeretnék most bemutatni nektek, amit Bét tesztelt. Őt kérdezném rögtön arról, hogy mi is ez a játék, mutasd be nekünk. Sziasztok! A Disney Infinity-ről elsősorban azt kell tudni, hogy ez kifejezetten a fiatalabb korosztálynak számít, amit úgy kell érteni, hogy az ilyen 7-12 éves srácoknak és lányoknak készítette a Disney, és nem egy hagyományos videójátékról beszélünk, legalábbis abban az értelemben, hogy ez a játék leginkább a Skylandershez hasonlítható, ugyanis nem csak egy szimpla játékszoftvert kapunk, hanem amikor megvásároljuk a játékot, akkor kapunk egy viszonylag nagy dobozt, amiben egyrészt benne van a szoftver, találunk egy perifériát, illetve mindenféle kiegészítőket, amik nélkülözhetetlenek a játékhoz. Csak akkor tudunk játszani a játékkal, hogyha a csomagban található, illetve a külön megvásárolható figurákat használjuk. Ezeket a figurákat a perifériára helyezve importálhatjuk be a játékba, és amint ráhelyezünk egy vagy két figurát a játék mellé járó kis tálcára, akkor gyakorlatilag megjelennek a játékban, és onnantól fogva irányíthatjuk őket. Viszont annyi különbség van a Disney Infinity és a Skylanders között, hogy itt nem egy hatalmas nagy történetet játszunk végig, mint a Skylandersben, hanem vehetünk univerzumokat, és ezekben az univerzumokban játszhatunk. Az alapcsomagban található egy világkocka nevezetű kis kiegészítő, ezt szintén rá kell helyezni arra a talpazatra, ami a játék mellé jár, és ezen a kockán található 3 világ, a Hihetetlen Család, a Karib-tenger kalózai, illetve a Szörny Egyetem, és hogyha ezt a kockát fölhelyezzük a talpazatra, akkor a játékban megjelenik egy menü, és kiválaszthatjuk, hogy melyik világban akarunk játszani, és az az érdekesség, hogy szintén a Skylanders-el ellentétben itt az egyes világokban csak az egyes világokhoz tartozó figurákkal játszhatunk, tehát a Karib-tenger kalózaiban csak a Jack Sparrow figurával, a Hihetetlen Családban csak Mr. Irdatlannal, illetve a Szörny Egyetemben csak Szalival, ugyanis ez a 3 figura található meg az alapcsomagban, viszont lehet vásárolni plusz figurákat, és ennek később egyébként jelentősége is lesz, erre majd kitérünk a tesznek egy kicsit későbbi részében. Mielőtt megkérdezném, hogy miből is áll a játék, mert hadd kérdezzek árakat. Az alapcsomag ilyen 16-17 ezer forintért vásárolható meg, ugye konzolos játékról beszélünk, ez PC-re még nem jelent meg, és egyelőre nem is tudni, hogy valaha meg fog-e jelenni. A játékhoz jár egyébként egy kis papírkártya, amit be lehet regisztrálni az interneten, és hogyha ezt megtesszük, akkor a játék kiírja, hogy októberben majd letölthetővé válik egy PC-s verzió, azonban erről gyakorlatilag még semmit nem lehet tudni, tehát hogy lehet, hogy lesz egy kiegészítő része, ami PC-n is játszható, illetve én azt is el tudom képzelni, hogy az egész játék játszható lesz PC-n, de csak akkor, hogyha megvásárolod a konzolos verziót, szóval ez teljesen homály, októberben fog csak kiderülni, hogy pontosan milyen lesz a PC-s vonatkozás ennek a játéknak. Xbox 360-ra, PS3-ra, Wii-re, Wii U-ra érhető el a játék, illetve van egy 3DS-es változata is, azonban ez különbözik attól, amit mi itt bemutatunk, tehát az nem ilyen, viszont az olcsóbb is, és ugye ahogy mondtam, ezért a 16-17 ezer forintért ugye megkapjuk a szoftvert, megkapjuk azt a perifériát, amit USB-n keresztül kell csatlakoztatni a konzolhoz, kapunk 3 bábút, ezekről azt kell tudni, hogy ezek ilyen 8-10 cm magasak és roppant jól ki vannak dolgozva, tehát ezek nem ilyen fröccsöntött gagyik, hanem minőségi játékok, tehát hogyha valakiben még munkál a gyűjtőszenvedély is amellett, hogy szeret ilyen játékokkal játszani, az nagyon örülni fog neki. Ugye található a játékban a 3 figura mellett a világkocka, amiről beszéltem, ami a 3 univerzumot, Disney univerzumot tartalmazza, illetve egy képességkorom nevezetű kis kiegészítő is tartozik még a csomaghoz, amit ha ráhelyezünk a talpazat megfelelő pontjára és ráhelyezünk egy figurát, akkor az adott figura speciális képességekkel fog rendelkezni. Ez a mi dobozunkban egyébként ilyen alkalmanként jelentkező sérthetetlenséget jelentett, de hogyha jól tudom, akkor minden egyes ilyen alapcsomagon másfajta ilyen képességkorom kerül be. Tudni kell, hogy az alapjátékkal nagyon-nagyon hosszú ideig el lehet lenni, azonban, hogyha valaki szeretné mondjuk kimaxolni ezt a játékot, ami itt azért elég képlékeny, mert én nem tudom, hol van ennek a játéknak a vége, ezt majd, hogyha később mesélünk a játékmenetről, akkor ki fog derülni, hogy miért, de tehát lehet venni ugye külön plusz figurákat a játékhoz, és erről azt kell tudni, hogy különböző kombinációk vannak. Vannak különálló figurák, ezek ilyen 4000-4500 forintért vásárolhatóak meg, vannak figura csomagok, amiben 3 figura van, az ilyen 7-8000 forint, illetve vannak extra csomagok, amik nem csak figurákat tartalmaznak, de világkockákat is. Például van a Verdák, ott kapsz két figurát, ami ugye két autó, az egyik a Villám McQueen, a másik pedig a lila hölgyemény, akinek fogalmam sincs, mi volt már a neve a rajzfilmben, és megkapod ezeket a figurákat, és kapsz melléjük egy Verdák univerzumot is, tehát hogy velük tudsz játszani egy plusz univerzumban, és ebből van még magányos lovas verzió, és az biztos, hogy a későbbiek folyamán jönni fog még rengeteg. Tehát jelenleg nagyjából ilyen plusz 12 figurát lehet megvásárolni, külön lehet vásárolni a Hihetetlen Családhoz, a Karib-tenger kalózaihoz, illetve a Szörny Egyetemhez figurákat. Marha sok mindent össze lehet gyűjtögetni, amit nem mondtam ugye, hogy azok a készletek, amik tartalmaznak világkockát és extra figurákat, és azok ilyen nagyjából 9000 forintba kerülnek. Tehát elég költséges játék azért a Disney Infinity, de az alapjátékot megveszük, azzal biztos, hogy hónapokig el lehet bóckodni, és akkor a gyerekeknek lehet venni karácsonyra, meg szünnapra extrákat, és akkor tovább lehet bővíteni gyakorlatilag a játékot, mert az új figurák érkeztével új játékelemeket is meg tudunk nyitni a játékban. Akkor most beszéljünk a játékmenetről. Miből áll a Disney Infinity játékmenet? A Disney Infinity játékmenet nagyjából attól függ, hogy melyik világban játszunk. Alapvetően mindegyik ilyen mászkálós, külsőnézetes, platformer, gyűjtögetős, nagyon egyszerű harcolós játék, amit minden világ esetében feldob valamilyen extra, ez például a Karib-tenger kalózai esetében azt jelenti, hogy hajóra pattanhatunk, és szabadon bejárkálhatjuk a pályának a szabad vízű részeit, tehát felfedezhetünk szigeteket, elmehetünk ide, elmehetünk oda, a tengeren harcolhatunk, tehát ez majdnem úgy néz ki, mint az Assassin's Creed 3-ban, hogy navigáljuk a hajót, és mellette tüzelhetünk ott a mellettünk megjelenő ellenséges kalózokra, a hajót még testre is szabhatjuk, megváltoztathatjuk, hogy milyen legyen az orra, a vitorlázata, illetve hogy milyen ágyuk legyenek rajta, meg ilyesmi. Egyszerű játékról beszélünk, de így meglehetősen tartalmas. Egy-egy ilyen univerzumnak, mint amilyen ugye az alapcsomagban található Karib-tenger kalózai szörnyet, illetve Hihetetlen Család, ilyen 6-7 óra alatt lehet kimaxolni, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen kisebb sandbox játék, belekerülsz a játékba, van egy hatalmas, szabadon felfedezhető világ mind a háromban, és ott egyrészt te gyűjtögethetsz kedvezre, szaladgálhatsz, csapkodhatod az ellenfeleket, illetve felszedhetsz rengeteg küldetést, és ezeket a küldetéseket megoldathatod, közben pénzt gyűjtöl, a pénzből különböző dolgokat lehet venni, le lehet helyezni a pályára. Például a Hihetetlen Családban mindenféle épületeket tudsz lehelyezni, a Karib-tenger kalózaiban például fejlesztheted ebből a hajódat, tehát mindenféle cuccokat lehet venni, tehát a gyerekeknek ilyen rengeteg felfedezni valót és élményt kínál, és tényleg azt kell mondani egyébként, hogy egy hardcore gamernek, egy felkönült számára a játékmenet az meglehetősen repetitív, mert majdnem mindig ugyanezt kell csinálni, de én próbáltam ezt a játékot gyerekekkel, és ők marhára élvezik. Tehát őket nem érdekli, amikor 250-szer is kell leverni egy robotot, ők azt ugyanúgy élvezik, ugyanúgy örülnek, mikor kinyitnak egy ládát, összeszedik a pénzt, megvásárolnak belőle valamit. Gyerekeknek készült, és a gyerekek eszméletlenül élvezik a játékot. Már egyértelműnek tűnik a válasz, hiszen a Skylanders esetében volt, de van-e itt is kooperatív játékmód? Igen, van kooperatív játékmód, és itt jön elő a Disney Infinity-nek az első igazi negatívuma, ugyanis a csomag úgy lett összeállítva, ugye korábban említettem, ugye három különböző figurát kapunk, és három különböző világot, de ugye a különböző figurákat nem lehet belevinni az ellentétes univerzumba. Szalival nem tudsz bemenni ugye a Karib-tenger kalózaiba, Jack Sparrowval nem bízz bemenni a Hihetetlen Családba. Tehát, hogyha kooperatívban szeretnénk játszani a világokban, ezekben az univerzumokban, akkor bizony venni kell plusz egy figurát, és akkor lehet például ketten játszani, hogyha például Jack Sparrow mellé megvesszük Barbosa kapitányt, és akkor osztott képernyővé válik a nézet, és akkor bal oldalon az egyik figura, jobb oldalon a másik figura, és még csak nem is kell egyébként együtt dolgozni, hanem teljesen egymástól külön is lehet akciózni. Valaki ezt a küldetést csinálja, valaki azt a küldetést csinálja, elég jól el lehet vele szórakozni, viszont tényleg az negatív, hogy ahhoz, hogy a Disney univerzumokban te kooperatívot játszhass, ahhoz nem elég a kezdőcsomag, hanem ahhoz bizony venni kell legalább plusz egy figurát valamelyik világhoz. Viszont azt tudni kell, hogy a Disney Infinity nem csak a világoknak a felfedezéséből áll, hanem van egy Toybox mód nevezetű része a játéknak, amit úgy lehetne legjobban apostrofálni, hogy gyakorlatilag a Disney Infinity saját Minecraftje, ugyanis arról van szó, hogy kapunk egy szabad területet, és ott azt csinálunk, amit akarunk. Amikor játszunk a különböző világokban, abban a háromban, amit kapunk az alapjátékban, ott folyamatosan nyitunk meg különböző játékokat. Tehát, hogyha megcsinálunk egy küldetést, kinyitunk egy ládát, elvégzünk egy megfelelő feladatot, akkor kapunk egy játékot, egy virtuális játékot, mit tudom én, egy fát, egy valamilyen kis gépezetet, egy autót, ami bekerül a Toybox nevezetű ilyen tárolónkba, amit aztán a Toybox játékúrba belépve felhasználhatunk. Tehát kapunk egy hatalmas területet, és ott lepakolhatunk fákat, karaktereket, autókat, gyakorlatilag építhetünk, és ott csak is a fantázia szab annak határt, mit hozunk létre abból a területből, amit kapunk. A játékban vannak előre gyártott világok, amit ki lehet próbálni, lehet rajtuk játszani, illetve lehet őket módosítani, és hogyha belejövünk a dologba, és illetve összegyűjtöttünk rengeteg játékot azzal, hogy korábban játszottunk, akkor elkezdhetjük megépíteni gyakorlatilag a saját világunkat, illetve játékainkat, ugyanis a Disney Infinity-ben az a fantasztikus dolog, hogy nem csak lepakolgatjuk a dolgokat, hanem gyakorlatilag ilyen játékmechanikát alakíthatunk ki, ugyanúgy például, mint a Minecraftben, építünk egy autóversenypályát, lemondom a legegyszerűbb példát, építünk egy autóversenypályát, ahhoz megvannak az elemek, lehelyezzük őket, kanyarok, ugratók, akármi, és igazából megbírjuk azt csinálni, hogy például indítunk rajta egy versenyt, amiben játszunk ketten, mert a Toybox módban igazából lehet kooperatívban építgetni és játszani, ugyanis az összes figura, azaz, hogy az összeset egyszerre kettő figura szabadon használható, tehát az alapcsomagból kiveszünk kettő figurát, és akkor ott Szali tud játszani együtt a Jack Sparrow-val, ugyanúgy osztott képernyőn. Na, lényeg az, hogy meg lehet azt csinálni, hogy fölépítünk egy ilyen pályát, és a végére építünk egy mechanikát, ami az első helyezetnek a befutásakor például kilő egy tűzijátékot. Csináltunk egy versenypályát, és arra akár csapdákat is helyezhetünk, meg még az is elképzelhető, én odáig nem jutottam el, hogy power-upokat helyezünk el a pályán, amit felszedve gyorsabbak leszünk, vagy lehet lövöldözni, illetve olyan egészen durva dolgokat is lehet benne csinálni, például, hogy platformjátékot csinálsz, tehát építesz egy pályát, amin ugrálni kell, és meg lehet nyitni kamerákat, és ezeket a kamerákat beállíthatod, hogy amikor a pálya adott szakaszára érsz a kis figuráiddal, akkor átvált 2D-be, és akkor mint hogyha egy Mariós játékot csinálnád. Ezt elérni, az biztos, hogy ilyen hetek, hónapok, mert egyrészt ugye ki kell tapasztalni, hogy lehet építgetni, ami egyébként meglehetősen egyszerűen megoldva, mert mégis egy gyerekek számára készült a játék, tehát egyetlen kontrollellel is nagyjából fél óra alatt be lehet jönni az alapokba, viszont ahhoz, hogy tényleg ilyen összetett és lenyűgöző és változatos egyedi világokat készíts, ahhoz rengeteget kell játszani a játékkal, tehát végig kell játszani az összes világot, amit megszereztél ugye a kezdőcsomagban, végig kell őket játszani, ki kell bontogatni az egyre értékesebb elemeket, amiket aztán használhatsz benne a nyitott világban, ahol építeni lehet, illetve pontokat szerzel játék közben, úgynevezett spineket, amit egy külön menübe bejutva, hogy el lehet pörgetni. Ez gyakorlatilag egy ilyen Disney Infinity szerencsejáték, olyan, mint egy félkarú labló, megnyomod a gombot, és véletlenszerűen a képernyőn látható, számodra még nem elérhető játékok közül így kiválaszt random egyet, és azt megkapod, és onnantól kezdve azt használhatod. És igazából itt van szerepe annak, hogy vásárolni kell ugye újabb kiegészítőket a Disney Infinity-hez, ugyanis a kezdő csomaggal, hogyha maximum minden egyes feladatot, mindent megcsinálsz az összes világban, ami a kezdő csomaggal jár, akkor sem tudod kibontani az összes játékot, amit aztán használni lehet az építő módban, ugyanis például az egyes világokban vannak olyan challenge-ek, kinyitható ládák, meg mindenféle extra feladatokkal, amit csak bizonyos karakterrel lehet megcsinálni. Tehát, hogy hiába van neked Jack Sparrow-d, a Karib-tenger kalózai világot csak akkor tudod kimaxolni, hogyha megveszed az összes figurát, ami a Karib-tenger kalózai világhoz tartozik, ami azért egy picit már így necces. És hát ugye itt van benne a marketing stratégia, hogy erre előbb-utóbb valószínűleg rájönnek a gyerekek, és elkezdik nyúzni aput, anyut, hogy de anyu, vegyük már meg még azt a figurát, mert hogyha az a figura meg lesz, akkor a játékban oda tudok menni, és megbírom nyitni, és megbírom majd csinálni azt, és akkor azzal megszerzem azt, és akkor milyen jó lesz, mert megbírom építeni azt. És hát lehet mondani, hogy ez nem egy jó dolog, mert arra ösztönzi gyakorlatilag a játék a játékost és a játékosnak a szüleit, mert valószínűleg azért sokkal több gyerek fog ezzel játszani, mint komoly gamer és felnőtt, hogy már pedig még vegyünk a Disney Infinity-hez ezt, vegyünk a Disney Infinity-hez azt. Én azt mondom egyébként, hogy a Disney Infinity elég szórakoztató játék, én felnőtt fejjel is marha jól szórakoztam, mikor a gyerekekkel játszottam kooperatívba, például a Karib-tenger kalózaiba, vagy amikor Csocsóval kipróbáltuk együtt a szerkesztőségben, de azért ott van ez a nagyon erős marketing mögötte, hogy már pedig előbb-utóbb eljött oda a játékos, hogy én akarok még. És akkor bizony bemész a boltba és perkálsz, és ugyanezt ki lehet kerülni, de szerintem nem lesz ember, aki, hogyha tényleg így belefolyik a játékba, és élvezi, és akarja csinálni, együbb-utóbb elkerülhetetlenné válik. hogy még plusz pénzt investáljunk a dologba. Ezzel tisztában kell lenni, mikor megveszik a Disney Infinity-t. De ettől függetlenül én azt mondom, hogy ez egy borzasztóan szórakoztató játék, egyáltalán nem agresszív, van benne harc, de tényleg a karakterek csak így szétesnek, gyakorlatilag látszik, hogy ezek játékfigurák, és van egy kis bája, nem is néz ki olyan rosszul, nyilván a top játékokhoz képest kicsit gyerekes, de nyilván gyerekeknek készült, őket az alig ha érdekli, és nagyon sokáig el lehet vele lenni, és tényleg amikor bekerülünk a Toybox módba, az egy borzasztóan kreatív dolog. Tehát ott mindenki kiélheti a kreativitását, alkothat, építhet, ha éppen rombolni van kedve, akkor rombolhat. Tehát igazából gyerekeknek ez egy kiváló játék, csak úgy lett megcsinálva, hogy azért a pénztárcákat szépen leapassza.